Üdv mindenkinek! Ma nem igazán mutatunk be semmit, hanem arról fogunk beszélni, hogy mi is történt tegnap. Tegnap bemutatták az új iPhone-okat, iPad-eket, és bemutatták egy Apple Watch-t is, amint beszéltek így az Apple TV Plus-ról. Tehát mindegy. Igazából sokan számítottak arra is, hogy ugye lesznek majd új AirPods-ok, amit az AirPods 3, és hát MacBook-okat is vártak, de nem lett semmi. Na hát, először nézzük az Apple Watch Series 7-est. Hát röviden annyit, hogy nem sokat változott ugye az előző szériákhoz képest, ugyanaz a forma. A display mérete igazából nőtt, viszont maga az óra mérete nem olyan változott. A display világosabb lett ennyi és ennyi százalékkal, nem tudom mennyit számít. Eddig is világos volt, eddig is látni lehetett. Szerintem egy régebbit sokkal jobban megéri megvenni, jobb árérték arány szerintem. És ennyit is kb. Az Apple Watch Series 7-ről, menjünk tovább. Szóval megjelent ugye a sima iPad, már nem is tudom, hogy hanyas, komolyan. Most megjelent egy új iPad, ugyanúgy néz ki, mint a többi. Az új dolog benne, hogy ugye új processzora van, gyorsabb. Ha neked most ezért megéri megvenni az új iPad-et, akkor vegyed, de szerintem nem éri meg. Inkább vegyél egy régebbit, tavalyit vagy azelőttit. Szerintem nem fogod észrevenni az ilyen gyorsaságot, hogy most más processzor van benne. A13-as Bionic vagy A12-es Bionic, ugyanaz. És hát van ez az új Center Stage kamera funkciója, ugye? Hát oké, nem mondom, nem rossz, de csak emiatt venni az újat nem igazán éri meg. Szerintem. Ami inkább megéri, az már az iPad mini. Hát az iPad mini, ez teljesen ugye újra lett dizájnolva, teljesen máshogy néz ki, igazából elég jól néz ki. 8,3 inches azt hiszem a display, ha egy új iPad-et keresel, és nem kell neked egy ilyen nagyobb méret, hanem megfelel az ilyen kisebb is. Lényeg az ilyen hordozhatóság, hogy magaddal tud vinni több helyre, ugye. Ebben van már 5G, ebben tényleg a legújabb processzor van, A15-ös, ugyanúgy, mint az új iPhone-okban, szóval ennél már tényleg észreveszed, hogy ez gyors. Ebben is ugyanúgy megtalálható az a Center Stage kamera funkció, úgymond, ami ugye abból áll, hogy így többen vagytok a képen, akkor ugye mindenkit belerak, egyedül vagy, akkor te rád fókuszál. A lényeg, hogy ugye van egy nagy látókosszögű kamerád az iPad-en, és amikor csak egyedül vagy rajta, akkor így bezoomol, amikor meg többen, akkor így visszazoomol. Ugyanúgy néz ki most, mint az iPad Pro, vagy az iPad Air, teljes kijelző, ugye, sztereó hangszóró, meg USB-C-vel lehet tölteni, és hát tényleg ugye az 5G bárhová magaddal viheted, van interneted. Talán ez volt a legnagyobb meglepetés, van az egész Apple eventen. Menjünk is tovább, nézzük a telefonokat. Megjelent ugye négy telefon, ugye a 13-as iPhone mini, a sima 13, a Pro és a Pro Max. Hát, hogy ebből melyiket éri megvenni, azt igazából nehéz eldönteni. Én személy szerint a Pro Max-ot venném, és veszem is majd, amit lehet. Nekem ugye egy 11 Pro Max van. Ezzel azért voltak bajok. Főleg azzal, amiatt, hogy ugye Intel chip van ebbe, nem Qualcomm, és hát ez a szignál probléma, amikor nincs térerőd. Igazából mindig ez az egyetlen baj ennek a telefonnak, térerő. Na de, ugye az új iPhone-okban már Qualcomm van, ezzel nem lesz probléma, 12-eseknél se volt már. Tavaly a 12-en teljesen más volt a helyzet, ugyanivel mind a négy telefon úgymond teljesen különböző volt. Az éven a Pro telefonok, ugye a Pro telefonok között nincs különbség, csak is ugye a diszplének a mérete, az egyik 6,1 incses, a másik 6,7, szóval ennyi a különbség kb. Plusz szerintem a hangszórók jobban szólnak a Pro Maxon, mint a Pro. Csak amiatt, mert ugye nagyobb a hely a telefonban, szóval egyszerűen jobban szól, jobban jön ki a hang. A sima 13-at hát nem igazán éri meg megvenni. Aztán pedig ott van ugye a mini. A kis telefonra vársz, akkor most megvetted a 13 minit. Ez kb. Megkapta a tavalyi 12 Pro Maxnak a kameráját, ahol kamerailag kb. A legjobb kisméretű telefon, kompakt telefon, ugye. Aztán így a batériát ugye már meglátjuk, mint ilyen kompakt telefon, az iPhone 13 mini szerintem torony magasan a legjobb. Az éven szerintem inkább a Pro iPhone-okat éri meg megvenni. Szóval a Pro iPhone-oknál ugye a sima
iPhone-okkal szemben van 120 Hz-es kijelző. Jó, most nem mindenkinek fontos ez, de azért különbség 60 Hz és 120 Hz. Ezt észre lehet venni. Sokkal gyorsabbnak érzedik a telefon, meg minden. Aztán maga a telefonnak a kialakítása, ugye. A Pro verzióknál sokkal ugye jobban néz ki maga a telefon, mert egyszerűen jobb a anyag használat telefonoknál. iPhone 13 és az iPhone 13 mininél ugye kettő darab kamera van, míg Pronál ott van a háromszoros zoomnak a lehetősége is, plusz az éven, mert az ultra széles látószögű kamera, ugye igazából makro lencse is egyben, most már fókuszál az a kamera is. Aztán mint funkció, ugye az éven jött az ilyen cinematic videó, ami hát annyit jelent, hogy most már így elhomályosítja a hátteret, ugye videónál is, szóval kb. Mint egy ilyen portré fotónál, most már van portré videó is, és ezt ugye sima iPhone 13-nál és a 13 mininél ugyanúgy fel tudod venni a videót, viszont később nem tudod már így állítani magát a fókuszálást, még a Pro verzióknál felvétel után is tudod állítani. Szóval felvetted a videót, és később állítod be, hogy mikor hova fókuszáljon, úgymond, a kamera, így utólag, azért elég érdekes. Mert ugye ez csak a Pro telefonoknál, ami igazából később jön majd, mint funkció, a ProRes. Tavaly volt a ProRAV, ugye fényképeknél, ami annyit tett, hogy több fényképet készített a telefon, egy így kattintással, vagy nem tudom, egy fénykép készítésénél több fényképet készített, később is tudtál változtatni a képen. Na most ugyanez ugye a videóknál a ProRes, miután felvetted a videót, később ugyanúgy tudsz javítani rajta, viszont ennek hátránya, hogy ugye elég nagy lesz a videó, például egy 10 percnyi 4K videó kb. 100 gigának felel meg, iPhone 13 Pro és Pro Maxnál ugye 128 gigánál nincsen ProResre lehetőség, csak 1080p 30 basszon. És már 256 gigától fölfelé, 256, 512 és 1 terab, ugye ott már van lehetőség. ProRes 4K 30-ra is, igazából az érthető is, mert most egy 128 gigásnál hogy van nyilván 4K 30-ra ProResbe videót. És hát ami még kb. Újdonság ugye iPhone-oknál, Ceramic Shield üveglapot kapott, ami védi ugye az elől a displayt, állítólag törhetetlen. Hát meglátjuk. Kb. Ennyi az iPhone-okról. Szerintem a Pro iPhone-ok közül válasz, hogyha az új iPhone közül szeretnél venni. Hogyha simába gondolkodsz, akkor talán az iPhone 12 jobban megéri, mint a 13, mivel sokkal olcsóbb és azért nem nagy a különbség. És kicsi, kompakt telefont szeretnél, akkor mindenképpen iPhone 13 mini, hogy kb. Ennyi lenne. Később pedig jelentkezem ugye az új iPhone-nal, amint tudok. Nem tudom, hogy ez mikor jön el ez a nap, de igazából amint megjelenik, majd itt az Apple Store-ba ugye minden új cucc, megpróbálok majd videót készíteni ott, ugye a telefonokról, iPad-ekről, Apple Watch-ról, szóval ennyi lett volna mára. Sziasztok!